Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bácskai János, Ferencváros volt polgármestere, a Fidesz frakció tagja ma is. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Meglepett egy új ferencvárosi magazinnal, a Ferencváros önkormányzat lapja. Mi a különbség, amikor ön volt a polgármester, meg a mostani Ferencváros? Ez havonta egyszer jelenik meg, ugye? Nem, két hetente jelenik még meg. Hát a tervek szerint már majd csak egyszer jelenik meg egy hónapban, ami magazinnak szerintem kevés, hogy mire elég évi 12 szám, jó esetben 13, az majd meglátjuk. De sajnálatos módon szerintem Ferencvárosban sokkal több minden történik. Például a 31. bajnoki címét szerezte a Fradi, az még éppen belekerült, de például a gazdasági programban már nem került bele. Tehát van egy 50 oldalas gazdasági program, 5 évre szóló gazdasági program, és a Ferencvárosi Tornaklub, mint ilyen, nincs benne. Kik csinálják ezt a lapot? Szerintem még a valamikori szerkesztőség csinálja. Hát egy kicsit propagandisztikusabb lett. Minden esetre a kormány szidása az kötelező benne. És azelőtt meg a kormány dicsőítése volt benne? Nem vagy? Emlékszem rá, hogy lett volna ilyen, és arra sem emlékszem, hogy pártnak a neve ok nélküle lett volna benne írva. Kullancsok lesnek ránk és a kedvenceinkre. Tehát ilyen helyi dolgok is vannak benne? Hát nem tudom, hogy mennyi kullancs van Ferencvárosban, talán nem sok, de érdekes lehet, hiszen nem csak Ferencvárosban élünk, hanem kirándulunk, elmegyünk, és akkor ezek ilyen hasznos tudnivalók. Minden esetre szerintem ennél sokkal jelentősebb dolgok is történnek Ferencvárosban, mint ez most egy elég limonádé nyári kiadásra sikerült, leszámítva a Trianon megemlékezést, ahonnan sikerült kihagyni a polgári oldal megemlékezését. Tanulni kell a hibákból, trianoni megemlékezés, ki a szerzője a cikknek, TD. Ezeket nem szoktuk tudni. Talán a főszerkesztő, neki stimmel a monogramja, minden esetre a történész borász, vagy borász történész úrnak van egy érdekes okfejtése benne, és nem csak Trianon emlékezett politikáját illetően lehet sok ember számára sértő, hanem a zsidó emlékezett politikára is. Ajánljuk kedves nézőknek, országszerte, hogy próbálják beszerezni a Ferencváros június 25-i számát. Nem látom ebbe a helyi képviselőknek, nincs egy oldala, hogy ők is tudjanak beszélni az olvasókkal? Nincsen. És nem is volt soha? Hát volt. Volt. Tehát a minima fogadórák ott voltak, illetve hogyha bármilyen jó cselekedetük volt, akkor az megjelenhetett az újságban, meg is jelent. Mennyi lehet a költségvetés egy ilyen két hetenként megjelenő helyi hírmondónak? A mi időnkben 75 millió forintba került egy évbe, úgyhogy egy plusz lapszám is benne volt, illetve egy fali naptár, amit szeretek. Tehát 24 számra, vagy 25 számra volt, igen. 75 millió. Igen, igen. Értem, és minden 40 ezer példány, tehát az azt jelenti, hogy minden postaládába. És még egyszer mondom, a színes fali naptár az nagyon kedvelt volt, tehát azt hiányolták az emberek. És mekkora stáb állította ezt elő? Emlékszik rá, hogy biztos volt egy főszerkesztő, egy titkárnő? Főszerkesztő és olyan cikkeket író emberek. Ilyen 7-8 emberre emlékszem, hogy ők írogattak, de van benne karikaturista, tehát a költségvetés... Főállásban vagy freelancerek? Szerződésesek voltak. Kivel a főszerkesztő, gondolom, hogy ő... Ő is szerződéses volt, mindenki szerződéses volt. Ma, hogyha egy ellenzékben lévő képviselő szeretne valamit megbeszélni a lakosokkal, akkor azt hogy teszi? Fogadó órán kívül. Lehet menni. Úgy, ahogy eddig is, amikor képviselő volt, nincs különbség a státuszban. A környéket, azt lehet járni, a házakat lehet járni. Föl is hívnak minket a
a pandémia alatt is, és azóta is keresnek minket. Rosszul tettem fel a kérdést. Milyen lehetőségei vannak azon kívül, hogy nyakába veszi a kerületet, és meglátogatja, vagy nyitva adja a telefonját, hogy elérjék? Van például a Ferencvárosban, gondolom, egy helyi televízió is. Van az is, a régi stáb van, korrektek, hogyha jelezzük nekik, akkor jönnek. Tehát jelenleg még a régi csapat, idézőben a régi csapatot, akik már 10 éve csinálják minimum a televíziót, azok még dolgozhatnak jelenleg. Mennyi az ő költségvetésük, és akkor össze fog jönni, hogy a helyi médiára mennyit áldoz Ferencváros? Ja, ebben benne volt az ön idejében? Ezt nem mondtam, ebben a tévé is benne van. Tehát ez a tévé és az újság a 70. Na, hát ennyi pénzből akkor ez érdekes lehet egy újságot is, meg tévéműs. És mennyit ad a televízió napi 24 órát? 24 órában igen, ismétlik a műsorokat, illetve képújság is van, nem túl sok. És adja a Fradinak a mérkőzéseit, a futballt mindig, kézilabda meccsekről összefoglaló, tehát 12 tematikus műsor. Ból válogathatnak a nézők 24 órában. És a televíziót csak Ferencvárosban közvetítik, vagy az ország többi részén is? Meglepő módon, nem tudom, lehet-e cégnevet mondani. Persze. A Digi biztos, hogy adja, a UPC biztos, hogy adja, úgyhogy erről a kettőről tudok más kerületekben is, tehát sokszor hívtak. Olyan, hogy kerületben. UPC olyan nincs, ma már Voda. Hát, most már Vodafone, igen. Vodafone csak van. Nekem még úgy van a fejemben. Értem. Hogy érzi magát? Most már jóval túl vagyunk a választásokon, már rájött arra, hogy nem ön a polgármester. Amikor belép a polgármesteri hivatalba, akkor mit érez, amikor a kapun bemegy? Ha bemegy egyáltalán. Nem, sok be, természetesen. Tegnap is volt bizottságülés, most is bizottságülésre megyek. Sokkal különösebb érzés nincs. Mosolygó arcok fogadnak. Ilyenkor derül ki, hogy alapvetően kölcsönös tisztelet volt a kollégákkal, akikkel találkoztunk, és hát elég sok aggódó kérdés, feltevés van, hiszen a jelenlegi vezetés itt a hátunk mögött, amennyit lehet mondani, hát nem mondhatnám, hogy túl kollegiális lenne, hiszen még mindig az a szemlélet van. Nem végezték el még a tisztító munkát, így is lehetne mondani, hogy idézem a polgármesternőt, darabra tudom, hogy ki a ki fideszes, és azok repülni fognak. Sajnos ez a szellem még uralkodik. De lehet, hogy ez csak egy mondás, hisz nem repültek. De hát azért meg lehet nézni, hogy ha nem repültek, akkor meg önként távoztak, és ez a folyamat ezt tart sajnos, ami nem teszi jót az önkormányzat. És kik jöttek helyettük, szakemberek? Hát ezt majd mi is szeretnénk megtudni. Vannak kétségeink a felől. Egyrészt sokkal többen jöttek, mint ahányan a mi időnkben voltak. Másrészt meg az első hetekben még iktatás sem folyt, mert azt se tudták, hogy hol kell bekapcsolni egy számítógépet. Volt ilyen polgármesteri titkárságon dolgozó is. Most már javulnak a viszonyok. Az új jegyző próbálja rendbeszedni az ügyeket, mert ő is úgy gondolja, hogy némi rendnek kell lenni egy hivatalba, de nem nagyon igyekeznek tisztelni a rendeleteket és törvényeket. Tehát itt a pandémia alatt is furcsa dolgok történtek, de hát ezek majd később ki fognak derülni. Érdekes módon a pandémia ideje alatt 32 olyan határozatról tudunk, amit a polgármesternő hozott saját hatáskörben. Aztán hát hirtelen, biztos meg kellett, hogy hozza, nem? Csak összehasonlításképpen zuglói polgármester 177 olyan döntésről számolt be, amit egyeztetett a képviselőkkel e-mailben, és utána hozta meg a döntést. Hát a zuglói polgármester már korábban is volt polgármester, addig, amíg a 9. kerület polgármester asszonya első évados. Jó, csak ehhez a 32-höz tegyünk hozzá még 35-öt, amit az utolsó nap sikerült neki meghozni. Tehát egyszer rájött, hogy még utolsó nap igen fontos határozatokat meg kell hozni, és például köztük volt a címerés névhasználati rendelet módosítása. Na, árulj el nekünk, hogy ez mit jelent. Hát majd talán kiderül, de hát elég komoly címer és névhasználat, Ferencváros névhasználata kihasználhatja Ferencváros nevet, és milyen esetben, tehát cégek, bármilyen reklám esetén. Ez egy jól kialakított és jól működő rendelet volt, hát lehet látni az újságon, pedig még mindig
az eredeti logó és arculat látható, meghatározva a betűmérettől a színen át, tehát minden, hogy hol és mikor, milyen méretben lehet használni a levélpapírtól egészen a kereskedelembe kapható termékekig. Innentől kezdve teljes zűrzavar lesz, hiszen a rendeletet félig sikerült csak módosítani. Az mit jelent, hogy félig? Van egy új címer, amiből kikerült a jelmondat, de lehet használni a régit is, lehet használni az újat. Egyébként érdemes megnézni polgármesternő. Virágozik minden virág, vagy hogy? Talán igen, de hát ez azt jelenti, hogy nem lesz beazonosítható, szerintem legalábbis nem lesz jó beazonosítható. Ha valaki hozzányúl egy ilyen patinás rendelethez, ami iszonyú sok munka előzhetett meg, amíg a grafikusok kitalálták, mennyi ideje volt az, amikor az a rendelet megszületett? Annak idején? Igen. Hát ez egy fél éves előkészítés volt hatástanulmánnyal, arculattervezéssel, és utána kellett egy 2-3 év, majdnem az első ciklus ráment, mire ebből egy olyan brand lett, amit aztán mindenki lát és tud, és onnantól kezdve tudja, meglátja például ezt a logót az újságon is, most még az van, akkor tudta, hogy ez a Ferencváros önkormányzat az a polgárok pénzéből, nekik, értük és az ő hasznukra készült. Van ebben valami olyan, ami esetleg sérthet valakit? Különben miért nyúlnának hozzá egy ilyenhez? Hát ez most már közhelyé vált, mert sokan rájöttek erre, főleg a mostani világ jelenséges, tehát ez a múltat eltörölni című, most éppen divatossá vált szlogán, amit énekelnek. Ez egy igen, az internacionális, de... persze abban énekelgetik, vagy énekelgették annak idején. Na de hát Amerikából ez az őrültség még nem érkezhetett ide. Hát ez nem is Amerikából, ez itthoni cselekvéssorozat lesz, és hogyha majd Vágvölgyi B. Andrásból főszerkesztő lesz, mert ilyen hírek terjengenek a Facebookon, legalábbis örömmel jelentette a polgármesternő, hogy megszületett a döntés, tehát jelentette, nem tudjuk kinek, másrészt megszületett a döntés, tehát még azt se vállalta. Hát lehet, hogy bejelentette, de még azt se vállalta, hogy egyáltalán hozott-e döntést, meghozta a döntést, akkor hát egy elég furcsa világnak nézünk elébe, hiszen az új főszerkesztő legfrissebb nyilatkozatában arról beszélt, hogy mivel elege van a faktuális ingovány mocsárgázában való topicskolásból, ezért itt az újból, ideje... Újból és lassabban, hogy az én 68 éves öreg agyam is megértse. Hogy van ez? Faktuális ingovány mocsárgázában tapicskolni. Hát ez nem a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtani Intézete találta ezt a mondatot. Nem, hát ez olyan, a számukra ez uncsi, és majd egy ilyen fikciós regényt csinálnak például a Ferencváros újságból, és a ferencvárosi eseményeket is majd tupírozzák, gondolom, mert színesítik fikciós elemekkel, mert a valóság az unalmas Ferencvárosban. Van egy olyan statisztika, hogy ebből a 40 ezer példányból hány landol egyenesen a kukába vajon? Az ön idejében? Nem, hát nézegetve, ahogy jártuk a házakat, meg a képviselők mondogatták, én 1/5-re satszolom. De a legrosszabb esetben is a negyede, tehát 25%-a. Vajon Ferencváros lakóinak hány százaléka lehet még, akinek nincs internetes hozzáférése? Szinte, mintha megbeszéltük volna ezt a kérdést, épp egy tegnapi bizottságülésen vetettem föl, hogy az internet penetráció alig haladja meg az 50%-ot, és azon belül, aki internetet használ, a Facebook használók is a töredék része ennek. És mivel jelenlegi vezetés a Facebook kormányzást tekinti egyetlen normális formának, aki nem Facebookozik, vagy Facebookol, az semmiről nem tud. Ilyen mértékű diszkriminációt nem nagyon láttam még, és hallottam máshol se. Az online felület az nem működik, pontosabban működik, de alig van rajta információ, 8 hónapja próbálnak egy hivatalos honlapot elkészíteni, és egyébként nagyon sokszor kapják azt a ferencvárosiak, hogy hát ott volt a Facebookon, miért nem nézte meg, például a belső Ferencváros lezárása. Polgármester úr, mert ön örökre polgármester marad, aki már ennyi időn keresztül polgármester volt, van egy rossz hírem. Újra kell, hogy jöjjön, mert az önre szállt, illetve a témára szánt időnk lejárt, és rend a lelke mindennek. Köszönettel. És nem interneten, hanem élőben szeretnénk. Köszönjük a lapot, majd megmutatom a
polgármester asszonynak is hamarosan ő is a vendégünk lesz, és majd megkérdezem tőle, hogy mi baj ezzel a címerrel. Én ugyan színtévesztő vagyok, de nekem egészen jól láthatok ezek a színek. Kedves nézőim, az elmúlt percekben látogatást tettünk Ferencvárosban. Nem tudom, hogy ez mennyire országos jelenség, de önök döntsék el. Most viszont már is tovább megyünk, előzetesek, és jövünk vissza, tartsanak velünk. Köszönöm.